Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Nyári gyermektábor tartott a Kisteleki ProArt Elite Táncakadémia. Az egyhetes tábor során sok izgalmas program mellett a táncé volt a főszerep. A gyermekek különböző koreográfiákat tanultak, melyet a tábor végén be is mutattak szüleiknek. A ProArt Elite Táncakadémia nyári táborában vagyunk. Miről szólt ez a tábor idén? Minden évben megrendezzük ezt a gyerektábort, már harmadik éve, és hát felhőtlen jó kedv. A tánc örömét próbáljuk átadni a gyerekeknek játékosan, és persze mindig kicsit készülünk, és így a negyedik napon, mai napon átadunk egy kicsit ebből a táncos játékos előadásunkból a szülőknek. Mennyi gyermek vett részt az idei táborban? Az idei táborunkban kb. 53 gyerek jött el, pontosabban 53, igen, és minden korosztályt fölölel, tehát egészen az óvodai középsőstől, egészen nagyobbakig, a 16 évesekig. Kik jelentkezhettek az idei táborba? Szükség volt tánctudásra? Jó, hogyha van már, tehát a megelőző években már van, aki már volt itt táncolni, meg már régebb óta is táncol nálunk, olyanok is voltak itt, és van, aki teljesen kezdő, mivel ez egy gyerektánctábor, itt a kezdőknek is tanítottunk új lépéseket, tehát vannak olyan csoportok, meg lesznek olyan előadások, amiben teljesen csak a kezdők vesznek részt. Említette itt, hogy egy előadással is készültek itt a hét folyamán. Mit lehet tudni erről az előadásról? Igen, ezen a héten, vagy ebben az évben a Nemzetek táncát, ezt a nevet adtuk a koreográfiáknak. Ebbe ez körülöleli a szambát, a csacsacsát, tehát Kuba felé is elmegyünk, és pazadoblét is fognak a gyerekek táncolni, spanyol táncokat. Mennyi gyakorlásra volt itt szükségük a fiataloknak a hét folyamán? Hát a hét folyamán, ugye, ahogy említettem, voltunk a tűzoltót, meglátogattuk, voltunk kint állatsimogatón Balázsján, tehát elég sokat kint töltöttünk a gyerekekkel a szabadban is, és persze napi 2-3 órát maximum töltöttünk el tánccal, és így készültünk fel erre a kis produkciónkra. Let me introduce myself, who I am. Get your hair, who I am.
Amik a családokért és gyermekekért egyesület ingyenes tábort szervezett Kisteleken. A július 1-én kezdődő, 5 napig tartó táborban számos színes program várta a gyermekeket, akik még sütni is megtanulhattak a tábor során. Ez már a 4. nap itt a táborban. Milyen programok várták a fiatalokat itt a hét folyamán? Igen, hétfőn egy ismerkedési nap volt a könyvtárban, egy kis könyvtári munka is volt benne, játékok voltak, társas játékok, ügyességi játékok, főzések, gyöngyfűzés, karkötőkészítés. Szerintem nagyon-nagyon jó volt. Aztán elmentünk ebédelni, és ebéd után folytattuk. Akkor volt az a nagyon nagy meleg, és nagyon örültek a gyerekek, hogy bent lehetnek a hűvös terembe. Könyvtárral folytattuk, mindenki leült, kivette magának a megfelelő könyvet. Nagyon köszönjük a Csillának is, hogy ilyen szeretettel fogadott minket. És ez volt a hétfői nap. A keddi nap pedig elmentünk a Vadasparkba Szegedre. Lecsúszik a szemüvegem. Kis csöpörgés volt a legelején, de utána kisütött a nap. Nagyon-nagyon kellemes napot töltöttünk, nagyon boldogok voltak. Szendvicseket készítettünk, nagyon finomakat. Innivalót vittünk a gyerekeknek. Aztán Alexa meghívta őket egy finom nyalókára. Ott találtunk egy olyan fedett helyet, ahol szárazak voltak a székek meg. Szóval jó hely volt, ott egy kicsit megpihentek, folytattuk tovább. Majd ahogy hazaértünk Kistelekre, folytattuk egy csodálatos, friss pizzaevészettel. Hatalmas, nagy örömmel fogyasztották, és jól lakottan elengedtük őket 3 óra után, 3:30-kor. Ez volt kedden. Tegnap pedig a dr. Sejben Győző tartott nekik itt a Petőfi udvarban egy ügyességi, okosító, biciklis előadást, gyakorlást. Nagyon megdicsérte őket. Még azok is ügyesek voltak, akik nem tudtak még eddig biciklizni. Olyan, addig gyakorolták, amíg nem sikerült nekik, úgyhogy Győző nagyon megdicsérte őket. Utána elmentünk ebédelni, ebéd után pedig egy hatalmasat fürödtünk az uszodába. Ez volt a tegnapi nap, majd Alexa szintén meghívta őket a cukrászdába egy fagyira. Ezzel zártuk a tegnapi napot. Én a végén nem tudtam ott lenni, mert testületi ülés volt, de nagyon, nekem olyan segítőim vannak, mintha mind a testvérem lenne. Ez egy olyan családias, és szeretném is, ha mindenki egy-két gondolatot kérdeznétek tőlük, mert nagyon boldog vagyok, hogy ennyi segítőm volt, és ennyien fontosnak tartják azt, hogy a gyerekek biztonságban legyenek, és jól érezzék magukat. A Nők a Családokért és Gyermekekért tábora ingyenes és rászoruló családoknak segít. Mekkora segítség ez így a nyár folyamán? Szerintem ez nagy. Ez nagy segítség. Részben azért, mert a szülőt nyugodtan dolgozhat, a gyereke jó helyen van. A másik az, hogy hatalmas élményeket szereznek a gyerekek, megismerik egymást, úgy viselkednek egymással, mint mindenki a testvére lenne a másiknak, vigyáznak egymásra. Szerintem ez is egy borzasztó fontos dolog. Aztán az anyagi oldala is, mert hát egy belépő a 14 éves korig 3300 forint a gyerekeknek, a felnőtteknek 5003. Most az igazgatóval, a lányom elintézte a Vadaspark igazgatójával, hogy nekünk összesen 1200 forintba került a jegy fejenként, felnőtteket is beleszámítva. Én úgy érzem, hogy ha egy család elmenne, akkor a 20 000 mindjárt ott maradna. Mi 21600-at fizettünk az egészért, voltunk 16-an, 17-en. Hány gyermek vesz részt itt a héten a táborban? Tulajdonképpen 15 gyerek, ebből 2 lebetegedett, de ételt viszünk. Szóval ők azért itt vannak gondolatban, és a szállodából ételt küldünk, amit mi eszünk, azt nekik is elküldjük. Ez most így alakult, egy kicsit későn gondoltunk erre a dologra, de a gyerekek már kérik, hogy jövőre újra menjünk, úgyhogy jövőre több időt szánunk a szervezésre, mert ez valóban a hátrányos helyzetű gyerekeknek szánjuk, és jó, vannak ketten, akik hárman, akik nem éppen oda tartoznak, de a közösség nekik is nagyon fontos, és hát ők sincsenek annyira elengedve pénzzel, hogy ne kerülhetnének ide. Ha tele lesz a tepsi, akkor mivel szoktuk megtenni a tetejét? Mivel? Tojással. Bizony.
Egyik gyerek fogja a tojást kenni, a másik pedig egy kis sót tesz a tetejére. Elindult a sütés itt a táborban. Milyen fajta sütemények készülnek ma? Hát itt most egy hagyományos, ezer éves kelt kifli, úgy hívják, hogy régen, hogy sörkifli, de mi nem sörkiflinek hívjuk, hanem sima kelt kiflinek. Ezt én nagymamámtól tanultam ezelőtt 61-2 éve, és én ezt a hagyományt megtartottam, és büszkén mondhatom, hogy aki evett a kiflinből, az mindenki azt mondta, hogy taníts már meg, és süssünk. Lakodalmakban is barátok meg szoktak kérni, barátok, ha jönnek hozzánk, és úgy gondoltam, hogy ez legyen egy zárónap a gyerekeknek, hogy ők is legyenek részesei egy ilyennek, és boldogan hallottam, hogy több gyerek mondta, hogy otthon meg fogja sütni az anyukájának. Szóval én úgy gondolom, hogy a mai világban különösen fontos, hogy a gyerekeknek a tevékenysége aktív legyen, és ne csak a kész asztalhoz üljenek. Hogyan tudnak ők segíteni itt a délelőtt folyamán? Délelőtt folyamán folyamatosan részt vettek, ők gyúrták össze a tésztát, ők rakták a keresztőasztalra, és ott is, ahogy látjátok, ugyanúgy részesei minden egyes mozzanatnak. Szépen simítsd el, hogy az olyan legyen, amilyen, hogy akárhova tesszük a tésztát, ne ragadjon le. Itt vagyunk a Nők a Családokért és Gyermekekért Egyesület táborában, nyári táborról van szó. Milyen programok voltak itt a hét folyamán? Hétfőn ismerkedtünk, kedden elmentünk az állatkertbe, szerdán voltunk egy ilyen rendőrös akadálypályán, meg egy úszodában, és ma sós kalácsot sütünk. Melyik a kedvenc programod? A sütés? Igen, mert szerintem felszabadító. Szoktatok otthon is sütni, ha van rá alkalom? Igen, én legjobban süteményeket szeretek sütni. Gyerekek, megsült a finom kifli, amit kisütettetek. Szeretnétek megfóstolni? Igen! Na, akkor most mindenki vegyen egyet, jó? Meg egy szalvétát. Te hogy érzed magad itt a hét folyamán? Én nagyon jól érzem itt magam, mert érdekes. Melyik volt a kedvenc programod a hét folyamán? Nekem az úszás volt a kedvenc programom. Miért pont ez? Azért, mert én szeretek úszni, meg megnyugtat. Sokan vagytok itt, 13-an vagytok jelenleg a táborban. Szövődnek itt új barátságok is? Igen. Nem is egy. Én például megbarátkoztam egy kisfiúval is most. Idén is református hittantábort rendeztek Kisteleken. Az ötnapos tábor során bibliai tanításokkal, énekekkel is megismerkedhettek, mindemellett játékok és kézműves sarok is várta a gyermekeket. Magyarázd meg nekem, légy szíves, hogy egy szerető Isten miért engedi, hogy olyan sok rossz dolog történjen? Én ezt képtelen vagyok felfogni. Nem? Ez egy nagyon jó kérdés. Látod, hogy én szeretem a Bibliát. Úgy szoktam nevezni a világegyetem történetének könyvemet. Arról szól, hogy mi miért van itt ahol. Csak egy kicsit. Amikor fiatal voltam, akkor jártunk meg. Értem. A Bibliában szó van mindennek a kezdetéről, arról, hogy Isten teremtette a világot, és minden tökéletesen jó volt, akkor még semmi rossz nem volt. Hát ez nehéz még elképzelni is. Református hittantáborral várják a gyermekeket idén nyáron. Miről szól ez a tábor pontosan? Ez a tábor arról szól, hogy a gyerekek és egy kicsit megismertessük és hozzájuk közelebb vigyük Isten igéjét, a Bibliát. A köré épül minden program, hogy ők is egy kicsit jobban meglássák, hogy miről szól a Biblia, milyen Isten mutatkozik meg benne, és egy kicsit közelebb hozzá kerüljünk. Gyakorlatilag a fő célunk az ez. Énekeket és tanításokat is hallhatnak itt a gyermekek. Hogyan lehet velük ezt megtanítani? Igen, fontos része a hitéletnek szerintem az éneklés, az imádság, illetve a szentírással való foglalkozás, ezt tanítás formájába adjuk át nekik. Az éneklésre nagyon nyitottak, én azt tapasztalom mindig, akik a tavalyi, azaz az első táborunkban itt voltak, nekik már kedvenceik is vannak, úgyhogy kérés alapján
is szoktunk énekelni, de minden nap van egy új énekünk, és egy nap alatt egy éneket nagyon simán megtanulnak, úgyhogy ezt nagyon szeretik. A bibliai történet feldolgozása az meg a nekik megfelelő korosztálynak megfelelő módon történik, vannak különböző szemléltető eszközeink, foglalkozások élmény alapon történnek, úgyhogy itt ma például a bűnesetről és Noé bárkájáról is szó volt, és festettek, rajzoltak, gyurmáztak közben, miközben megismerkednek ezekkel a történetekkel, bibliai történetekkel. Hány gyermek látogatott el az idei táborban? Idén most 25-en vagyunk, ez volt a maximális létszámunk, úgyhogy ezt pont sikerült elérni. Erre van így helyileg is, meg felnőtt felügyelet, kíséret keretében is megfelelő létszámunk. Nagyon örülünk, hogy ennyien jelentkeztek, és nagyon lelkesen vesznek részt itt a dolgokon. Lesz-e lehetőség a jövőben, akár idén nyáron még táborra jelentkezni? Hát idén nyára már nem terveztünk tábort, de mivel hogy nagy volt az érdeklődés, jövőre egyrészt biztosan lesz, de lehet, hogy külön bontjuk, mert idén most óvodások is vannak, és alsósok, illetve akik alsósok voltak, vagy ötödikesek helyesebben. Jövőre lehet, hogy már kénytelenek leszünk egy iskolás és egy óvodás tábort csinálni, mert úgy lehet, hogy egyszerűbb lesz. Túlélő tábor tartottak Kisteleken. Az egyhetes tábor során a gyermekek számos izgalmas programban vehettek részt, mindemellett ki is kapcsolódhattak. A tábor szervezője Kelemen Zita nyilatkozott stábunknak. Túlélő tábor tartanak idén Kisteleken, és nem csak Kisteleken, hanem a környező településeken is. Miről szól ez a tábor? A mi táborunk már évek óta egy visszatérő tábor. Arról szól, hogy a gyerekek a határaikat, az ő saját határaikat mennyire tudják meglépni, átlépni, mennyire tudnak harcolni azokért a célokért, amit kitűztünk aznapra a tábor során. A táborban vannak visszatérő gyerekek, és vannak mindig újonnan érkező gyerekek, akiket várunk szeretettel. A táborunknak az a lényege, hogy kerékpárral közlekedünk, és kitűzünk egy célt, hogy egyik nap hova megyünk, mindig változtatjuk a programunkat, valóban voltunk állatsimogatóba, ide is kiszoktunk jönni rendszeresen, a csillagösvény, de voltunk sárkányhajózni, minden éven próbálunk újítani, de sajnos most ebbe az évben ez a meleg azért egy kicsit átírta a forgató könyvet. Ez a nagy meleg, ez kicsit megvisel minket is. Az első nap mentünk 32-3 kilométert, és ott azért kiszedte egy kicsit az erőnket, amikor épp a kincsvadászaton voltunk. De aztán nyilván pihentünk egy nagyot, és akkor a következő napot újult erővel kezdtük. Ami nagyon fontos a mi táborunkban, azok a határok, amiket a gyerekek megpróbálnak átlépni maguknál is, mindig fejleszti őket. Mindig a következő éven, akik tudják, hogy igen, meg kellett harcolni egy-egy napért, hogy visszaérjünk, és hogy tényleg túléljük azt a napot, azok a következő évben biztos, hogy visszaváró vagy visszatérő vendégeik lesznek, visszatérő gyerekeink lesznek, és tűzzük a következő célt, amit a következő idényben megint át kell majd lépni. Milyen programok várták itt a gyermekeket a hét folyamán? Ezen a héten az első nap voltunk az Opuszeszeri erdőbe, egy 33 kilométeres nagy kincskereső túrán, ahol az erdőbe láttunk nomád táborozókat, de olyan útszakaszon mentünk, ahol volt egy kis térképünk, ki kellett először egy kincset, a kincses térképet vadászni egy szökőkútból, ki kellett búvárkodni, aztán utána mentünk támadó kakasok mellett, támadó kutyák mellett, tehát kicsit kalandos volt odáig is az út. Ez volt az első napon, délutánra pedig visszamentünk az uszodámmal, vissza kellett hűteni magunkat, mert már nagyon meleg volt. És ezen a héten ez a visszatérő elemünk,
Délelőtt mindig van egy nagy programunk, délután pedig bemegyünk az úszodába, mert vissza kell hűlnünk, mert nagyon meleg, 38-39 fokos hőmérsékletben még tekerni. Az azért kemény ember próbáló felnőttnek is, és én is engem is megvisel, nekem is túl kell élni a tábor, nem csak a gyerekeknek. Tegnap voltunk Balázsján az állatsimogatóba, ott mindig nagy szeretettel fogadnak minket a kedves háziak, palacsintával, csokival, limonádéval, várnak minket, és ami nagyon nagy élmény a gyerekeknek, hogy például tegnap egy frissen kikelt kiskacsa páros tudtunk megnézni, aki kotlós alatt volt, de kis huskik voltak, kis cicák, nyulacskák, amik ki vannak rakva egy kis karámba, oda be lehet menni szabadon simogatni, kis tyúkok, volt a fejtetőn, a vállon, a mindenhol voltak, de voltak pávák, kismalacok, kacsák, gyöngytyúkok, tehát ezek a kis állatokat nézegethetik meg, és simogathatják a gyerekek. Ma vagyunk itt a csillagösvényben, most jöttünk ki pont a labirintusból. Itt még ezeken a kis játékokon, amiket körbe lehet látni, ezeken még szoktunk játszani. Visszafelé vár egy nagy kaladnunk, amíg visszaérünk is telekre, mert most már még melegebb van. Holnapi nap az még a kincsodászaton is túl fog majd tenni, az egy meglepetés túra lesz, és az utolsó nap az nálunk szokott lenni az én kis birodalmunkban. Ott van egy nagy tó, ahol tudunk kenúzni, ugrálóvár, ott vízibomba parti van, nálunk is van nyuszi, gekkó, amiket lehet simogatni, tehát úgy mindenki megtalálja magának azt, amit úgy gondolja, hogy azon a délelőttön le tudja kötni. Gyerekek, nagyon sok kisgyerek, aki visszatérő, azok tudják, hogy a halastóba, ami van nálunk, ott lehet pecázgatni. Nagyon szeretik, mindig szoktak fogni kis kárászokat, és ezzel zárjuk az utolsó napot, a pénteki napot. Neked melyik volt a kedvenc programod itt a tábor folyamán? Hát óbuszta szeren az állatsimogató. Miért pont ezt tetszett leginkább? Hát mert sok az állat, és én nagyon szeretem az állatokat. Melyik a kedvenc házi állatod? Kutya. Van esetleg otthon is kutya? Igen. Milyen fajta kutya van? Hány éves? Hogy hívják? Flash, Vipet és 1 éves. Milyen fajta állatokkal, házi állatokkal tudtatok megismerkedni itt a hét folyamán? Kutyával, macskával, disznóval, volt kacsa, csirke, amúgy mindenféle állat volt. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk a zsombói Equitánál lovasudvar nyári táborába, betekintést nyerhetnek a Sándorfalvi Városnapok műsorába, illetve a Magyar Darts Liga kisteleki fordulóját is megtekinthetik. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!